az első körben nyertem egy ültetőgépet. Nem volt nehéz a pályázás, csak ismeretlen, mert akkor kezdődött, még sok, hát elég sok papírügyet kellett elrendezni, ugye. Bár, és nem volt támogató, mert tényleg a faluból, hát én nem tudom megmondani öt embert, aki tud pályázat első körben, mert azt mondták, hogy ebből úgysem lesz semmi. És akkor én mégis pályáztam, sikerült, mert amikor sikerült, akkor mégis többen, amikor már Prikoricára pályáztam, pótkocsira, akkor sokkal többen. Azt majdnem lehet mondani a baráti körömnek a teljes százaléka pályázott. Az ültetőgépet nézzük. Nekünk ezelőtt volt egy saját ültetőnk, ami már 30 éves. És ami 30 éves gép, az nem tud pontosan, pontos tőtávot ültetni. Volt olyan, hogy kimentünk ültetni, és nem tudtunk dolgozni 15 percet, mert valami baj volt, haza kellett jönni. És mondjuk ebben sok időt nyertem, vagy mondjuk ez az egyik példa. A másik, hogy ha már pontosabb a tőtáv, akkor tudok nagyobb termésre is számítani. Amikor nincs meg az a pontos tőtáv, nincsen úgy elültetve, mert mindent az ültetéssel kezdődik. Ha nincs úgy elültetve az a kultúra, ahogy kell, akkor már nem is tudok olyan termést várni. Én mondjuk az ültetőgéppel ez a legfőbb dolog, amit nyert a család. Még egy példa, mondjuk a régi ültetővel nem tudtam egyelültetni, mert van az a régi, hogy kellett valaki hátul figyelje kicsit a gépem, ebb az véget, mert kicsit romlott, így megint saját magam át tudok menni is. Két ember munkát egyedül megcsinálom. A pótkocsival, a Prikoricával pedig volt nekünk eddig is Prikoricán pótkocsunk, de az is régi, még csak egy. És akkor a terménybetorításnál vagy kölcsön kellett kérnem valakitől, ami hát kellemetlen, mert valadják is, meg nem is. Vagy kellett fizetnem, hogy be tudjam szállítani a kultúrát. Így megvan a saját pótkocsim, felakaszt, amikor én nekem megfelel is, megyek csinálom. Az apró gabonáknál szintén ez jó pótkocsim, nem folyik sehol, nem kell a purpenát, vagy tömögetni a drákokkal, meg hasonló, és akkor nyugodtan megy az ember, és ezt tudom mondani, ami a legpozitívabb a pótkocsimnál. Szeretném bővíteni a gazdaságot. Egyelőre nem tud nagy a gazdaságot, édesapámmal együtt csináljuk, és hát őnek a nagyobb rész, én még csak próbálkozok mellette, de hát szeretném minél többet növelni, az állattenyésztésre is próbálkozok, hát húzódni feléje, mert csak a földműveléssel nem tudunk megmaradni. Szeretnék traktorra pályázni, vagy egy használt traktorra. Most attól függ, hogy milyenek lesznek a feltételek, meg hát az anyagiak, hogy hogyan alakulnak.